Hello, sziasztok! Sziasztok! Bemutatom Ábel Tamást, ő üvegszakos hallgató a Momén. Én pedig Dobos Andrást, a Leffáj Vépi tisztiroda tervezőjét. Az MK Irodaházról fogunk beszélni, főleg annak a belső kialakításában megesett egy-két low-tech, high-tech kialakítású részletről. A házat valószínű mindannyian ismeritek, a Blaha Lujza téren található, úgyhogy naponta elmentek mellette. Ami 92-ben épült, 18 000 négyzetméteren, Brenyák és Gonzalez, illetve a Kruppa hazai irodatervezésének a eredménye. Az egész ház 20 év alatt nagyon ele volt, ezért az építető amellett döntött, hogy az egészet felújítja és megbízta az irodánkat. Amellett, hogy a gépészet meg az elektromosság tök kuka ennyi idő után, a belső építészet is egy kicsit ráncfelvallásra szorult. Egy momentum viszont nagyon megtetszett az irodában nekünk, az pedig a belső üvegezett átrium, ami kb. Olyan, mint egy nagy katedrális. Körbe üvegezés van, tükröződés, látszóbeton, amit minden építész nagyon szeret, és a sok-sok üveg miatt döntöttünk amellett, hogy be fogunk vonni már az ötletelés fázisában egy üvegszobrászt is, hogy a kreatív ötletekkel segítse a részleteket. Ennek erős történeti hagyománya van, méghozzá az, hogy Franciaországban a gótikus építészetben ezt képregényként jelent meg az ablakok, viszont mi megtartottuk ezt a üzenetet, hogy legyen valamilyen történet elmesélve az üvegeken keresztül is, így nálunk ez sokkal egyszerűbb történet van, még az, hogy zöld, legyen zöld nagyon. Nagyon sok zöld elemet telepítettünk a házba, nem csak azért, mert hogy szeretjük a növényeket, meg frissek, hanem azért is, mert ez a belső udvar, ez kintről nézve, igaz, hogy belső tér, de mondjuk egy irodaablakon kikukucskálva már inkább tűnik egy külső térnek, úgyhogy egy zöld szigetet csempésztünk be. Amúgy mindent nagyon kitakarítottunk, a falakról leveltük a vakolatot, hadd látszódjon a beton, és ami üvegelemek elkezdtek bekerülni, ott mindig tudtuk, hogy ezek keretezés nélküliek, még a liftnek az üvegfalait is üvegoszlopok tartják, és minden rögzítést próbáltunk így nagyjából eldudosni, aztán még itt is beletömködtünk egy kis zöld megoldást mindenhol a fennmaradó területeken. Az egész átrium belső sokkal világosabb lett, és itt kezd most már előderengeni nálunk azt, hogy miről fogunk majd részletesebben beszélni, miért kellett egy üvegszobrászt bevonnunk az elrendezésbe, hogy vannak repülő dobozaink és egy úgynevezett flow counterünk, aki a legforgalmasabb pontján áll az épületnek, és ehhez kezdtük el csiszolni az üvegszakmai tudásunkat. Ennek van egy történeti háttere, méghozzá Buszkó György, az élő klasszikus, egy igazán kiemelkedő üvegszobrász Magyarországon, akinek a munkáit meg lehet találni a MOM Partnál, illetve az Aréna Plázában is, de mi egy másik munkáját emeltük ki, méghozzá a Bakcsomó Központnál lévő Novotel szállodában látható világóráját, ami mind kézzel egyesével levágott elemekből építkezik, és egyesével lett összerakva. Illetve van egy másik, egy nemzetközi üvegszobrász, akinek a munkája szintén inspirált minket, méghozzá ő Danny Lane, a brit üveges fenegyerek, aki csinált objekteket, bútorokat, illetve építészeti munkái is vannak. Mi a Canary Wharf-ban található irodaházban épített elválasztó üvegfalait választottuk ki. Ő teljesen egyszerű sima üvegcsíkokból építkezik, viszont hatalmas méretben. Nálunk nem volt erre lehetőség, úgyhogy mi egy kisebb léptékben, viszont a számítógépes technikát kihasználva, teljesen egyedi üvegelemekből építkezve hoztunk létre egy tenger vízfelület effektet. Ez a vízfelület effekt egyébként onnan jött, hogy a recepciós pult az nem csak egy forgalmas pontja az épületnek, és ezért egy ilyen flow szituációban van benne, hanem átvitt értelem is egy forgalmas hely, mert hogy információ áramlás szempontjából tökre erős. Nem csak, hogy minden irodista elmegy előtte naponta kétszer, vagy a dohányosok 22-szer, hanem jönnek ide vendégek, ott kérdeznek valamit, leadnak valami csomagot, átadnak, várnak valakire, beszélgetnek. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen folyadékos jellegű dolgot öltött, amit próbáltunk egy hullámzó tengerfenéknek a fölforgatásával ábrázolni. Ez arra volt szükség, hogy felszeleteljük a mi vágyámunkat, amit mondjuk Rinóban megépítettünk, és utána ezeket a szeleteket egymásra pakoljuk. Ez egy elég speckó eljárás, mert az üveget alapvetően, hogyha valaki CNC-vel elkezdi vágni, akkor ilyen téglalap alakú dolgokat tud belőle kiszeletelni. Itt viszont minden egyes elemnél azt kell csinálni, hogy az egyik oldal az elég íves legyen. Úgyhogy
szegény üvegesek eléggé megküzdtek vele, hogy őszintén másfél tonna üveg van ebben a pultban, de még plusz 2 tonna hulladék keletkezett az idő során. Nagyrészt azért, mert a kivágott elemek mind ment a kukába, másrészt pedig azért, mert egyszerűen sok üveglapot elcsesztünk, és azokat ki kellett cserélni menet közben. Mindent egyenként szállítottak a helyre, egy ilyen üveglapot csak 4 ember tud megemelni, mivel a vastagsága miatt még behajolnia se szabad, úgyhogy egyenként rakták itt a helyére, itt lesz kb. A félkész pult. Itt azt látjuk még, ahogy a helyszínen sorjázzák az üvegelemeket, mivel nagyon éles lenne az élés, mert meg lehet tapicskolni, ezért mindenki megvágná a kezét. Az üvegpult fölött pedig csináltunk egy úgynevezett repülődobozt, csak 4 szem közt merem elárulni, hogy ez egy ilyen fűszálak közül előbúvó pillangóknak az ötlete inspirálta, tehát van egy vízünk, és fölötte pedig így könnyedik egy ilyen természeti elemekkel motivált dolog. Ezt egy szegény kollégánknak nagyon sokszor újra kellett osztania, mivel mindig kiderült, hogy más méretű lesz a tábla, és a sablont is újra ki kell találni. Ez is egy réteges ötlet, 3 rétege van. Van egy tükröződő rész, tükörből van egy réteg, ami pedig teljesen átlátszó üveg, és mely réteg, aki nem látszik át. És akkor meg van világítva hátulról, ugyanazt tudja művelni, mint az alatta lévő üvegpult, hogy ahogy elhaladunk előtte, mindig más arcát mutatja, mindig egy kicsit így szikrázik, mindig más csillan meg benne. Ami még nagyon fura volt, hogy először azt hittük, hogy erre a podesztre, ami egy kicsit ferde lesz, rácsúsztatjuk egy ilyen 2 megtartó rész közé ezeket az üveglapokat, de végül erre nem volt szükség, hanem simán vízszintesen vannak egymásra fektetve, és mivel az üveg az egy speciális halmazállapotú elem, ez egy folyadék, csak mi szilárdnak látjuk, ezek így az idők során a saját súlyuknál fogva fognak összeérni, és csak a legfőső elemeket kellett, hogy UV-ragasztással összeillesszük. Úgyhogy ha bárkinek nagyon tetszik a munka, itt van egy köpésre, el lehet menni, meg lehet nézni, be lehet menni a házba, és nyugodtan meg lehet fognasni, hivatkozzatok rám, publikus részem van. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a figyelmet! Hello!